Egyébként műsorban már ki. Arról az arándokról, Fodor Krisztiánról, aki Mária Cerből, az ausztriai Mária Cerből, Mindszenti József herceg prímás sírjától indult el, azért, hogy a másik vértanú püspök Mártonáról lábanyomát tapossa itt Csíksomjon és környékén, és közben közel 1400 kilométert tett meg. Miért vállalt ezt az utat Krisztián? Hát tulajdonképpen hát öt motiváció készített arra, hogy ezt végigjárjam. Először is a jó Istenért tettem ezt az első lépést, utána összezanyáért, aztán Magyarország jövőjéért, az eddig elkövetett bűneimért, és most már azt mondhatom, hogy az erdélyi magyarságért is készített erre, hogy végiggyalogoljam. Az El Camino-t, Európa leghíresebb zarándokútját nem kevesebb, mint háromszor járta végig. Az milyen hosszú? Hát ez körülbelül pontosan 800 kilométeres hosszú szakasz, úgyhogy ezt 2006-ban kezdtem el először, 2007-2008, úgyhogy 3 éve végig gyalogoltam, és úgy döntöttem, hogy mivel egy csodálatos zarándokútról van szó, arra gondoltam, hogy jövőre negyedszer is meg fogom tenni ezt a nem mindennap kis feladatot. Az 780 kilométer, ez körülbelül mennyi Mária Cerből Csíksomjóra? Hát az én megítélésem szerint közel 1400 kilométerről van szó, és nem kis feladattal tettem meg, mert kicsit olyan fárasztó volt az út, de én úgy gondolom, hogy ezt megérte. Ha már említette, mi volt a legnehezebb útszakasz? Hát a legnehezebb útszakasz, amikor Magyarország területen voltam, a Mátra és a Bükk térségén. Ögtön mondom, hogy a kedves nézők láthatják azokat a képeket, amikor éppen a Mátra és a Bükk között Sirok környékén követtük az útját Krisztiánnak. Hát igen, az volt a legnehezebb, mert egész magas hegyeken kellett fölmennem, és ugye az a jó, hogy volt nálam egy ilyen zarándokbort, és annak a segítségével akkor tudtam gyalogolni. Nekem mondott egy nagyon fontos mondatot. Attól tartott, hogy az emberek hát nem veszik komolyan, nem gondolják azt, hogy segíteni kell az útján. Mielőtt erre válaszol, hogy ez megerősödött, vagy éppen megcáfolta az élet, elmondom, hogy természetesen nincs olyan, hogy Krisztián team. Nem három kamion megy Krisztián után, ami hagyján, de nem, hogy felszerelése nincs, de bizony sokszor azt sem tudja, hogy hol alszik. Ezt az utat úgy járta végig, hogy szinte lehet mondani, papok, lelkészek, jószándékú emberek adták egymásnak. Szóval akkor milyen emberekkel találkozott közben? Hát szerintem nagyon jó emberekkel találkoztam, és egy kicsit úgy, hogy túlértékeltem magamat, mert amikor indultam az út előtt, én arra gondoltam, hogy hát biztos nincsenek is jó emberek, meg az emberek, mit tudom én, milyenek. Aztán végül is valóban itt jön el az ember arra, hogy mennyi sok jó ember van, mennyi sok jó értékes ember van, és akik támogatják a szállásaimat, amikor megérszem, akkor óvatatlan, hogy bementem egy étterembe, mikor éhes voltam, kértem ennivalót, vagy hogyha boltba bementem, akkor kértem ilyen üdítőt, vagy tejet, vagy felvágottat, és nagyon-nagyon szívesen segítettek. Szinte úgy, mint régen a Kolduló barátok, ezt lehet mondani, hiszen nem vagyunk messze a csíksomjói ferencesektől. Krisztián, van egy nagy álma, és ez holnap megvalósul a hármas halomoltárnál a nagymisén. Mi ez? Hát tulajdonképpen én egy főminisztráns vagyok, mert Magyarországon nagyon sok helyen szoktam minisztrálni, és hát kértem a túratját, hogy ha lehet, akkor szeretnék minisztrálni ezen a nagy szentmisén, mert úgy gondolom, hogy ezzel a szentmisére is hozzájárulok ahhoz, hogy az Úristent ennek szolgáljak az oltár körül. Én szeretek minisztrálni, és amit teszünk, ezt az Úristenért tesszük. Azt hiszem, nem kell hozzá nagy jós tehetség, hogy azt mondjam, hogy szerintem évről évre egyre többen fogják követni Krisztiánt. Hát én arra gondolom. Gondolt arra, hogy esetleg csapatostól végigjárni ilyen zarándokutakat? Hát megmondom őszintén, hogy tavaly, amikor elindultam Santiago de Compostela-ba, akkor másodmagammal mentem el, és hát mi ezzel az illetővel elég sokat szóban veszekedtünk, és megfogadtam, hogy én soha senkivel nem fogok egyedül fogok menni, mert valahogy, hogyha úgy gondolom, sarkalatosan fogalmazza, hogy ha az ember egyedül megy, akkor sokkal jobban tud kibontakozni, sokkal jobban tud imádkozni, sokkal jobban tud az Istennel foglalkozni, mert egy zarándoknak ez a legfontosabb, hogy az Istennel elmélyüljön.
Hát én azt hiszem, hogy a legutolsó szavainak a ferences atyák is nagyon örültek volna, hogy bizony elsősorban az a fontos, hogy magába szálljon magára, és az Istenre figyeljen a zarándok. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőink, Felcsik egyik legjelentősebb településének, Csíkkarcfalvának a neve nem biztos, hogy a nagyobb léptékű